De előtte arról, hogy megnyitások után néhány héttel már be is zárják a pályaudvari tranzitzónákat, helyettük épül egy új Budapesten a Verseny utcában. Ugye nagy kérdés, hogy vajon néhány héttel az ősz, a tél, a hideg beköszöntése előtt érdemes-e egy új ilyen zónát kialakítani, amikor könnyen lehet, hogy a hideg és a rossz idő amúgy is véget vet majd a menekült hullámnak. Matyasovszky Németh Márton, a Migration Aid önkéntese a beszélgető partnerem. Jó estét kívánok! Ön ugye egy civil szervezetet képvisel, tehát eleve ebből az aspektusból beszélünk, nem kormányzati döntéshozó. De nyilván van véleménye azért arról, hogy néhány hetet éltek ezek a pályaudvari tranzitzónák. És mi változott azóta, hogy gyakorlatilag augusztus elejéhez képest olyat nagyot változott a helyzet, hogy most ezeket be kell zárni és egy másikat nyitni helyettük? Tulajdonképpen változni annyiban változott a helyzet, hogy mondjuk egy hónappal ezelőtt még sokkal kevesebb menekült jött, mint mondjuk gondoljunk csak a hét elejé 6000 menekültre, aki hétfőn, kedden, szerdán jött be. Tulajdonképpen a főváros segítő szándékkal fölpróbálja mérni, hogy az elmúlt egy hónapban ezek a tranzitzónák hogy működtek, és velünk egyeztetve egy közös megoldást próbál kialakítani. Két dolog is következik ebből, hogy ezek szerint valamilyen módon együttműködnek a fővárossal, majd mondja el, hogy miként. A másik pedig az, hogy akkor tekinthetők a pályaudvari tranzitzónák úgy, mint egyfajta lakmusz, amit bemártottak, megnézték, hogy ez hogy működik, és akkor ennek a tapasztalatai alapján megyünk tovább. Együttműködünk a fővárossal. Ma délben voltunk Pető Györgynél, a fővárosi rendészeti igazgatóság igazgatójánál, akivel, illetve az igazgatóhelyettesével találkoztunk. Kíváncsiak voltak a véleményünkre, elkezdődtek egyeztetések. Mi nagyon szeretnénk, hogy a fő pályaudvarokon fogadópontok azért maradjanak, hogy a megfelelő ellátását a menekülteknek biztosítani tudjuk. Ha teheti, akkor őszintén válaszoljon. Odafigyelnek önökre, hallgatnak önökre, vagy valamilyen módon azért fontosak, hogy legitimálják a fővárosnak az egyébként előre meghatározott cselekvéseit? Abszolút. Tehát, hogy legyen egy látszat konzultáció. Nem, abszolút partnerként kezeltek ma is minket, és a múltkori egyeztetésre. Akkor például valószínűleg megmaradnak legalább ezek a pontok a pályaudvarokon. Igen. Nagyon reménykedünk abban, hogy igen. Az, hogy lakmuszpapír volt-e, ezt nem tudhatom. Mondom, sokat változott az elmúlt egy hónapban is a helyzet. Valóban mondjuk a keleti pályaudvarnál nagyon sokan lettek a menekültek. Mondom, még folytatódnak majd a tárgyalások jövő héten is, meglátjuk, hogy mi sül belőle ki. Ugye én azt elfogadom, hogy a Magyarországon meg Budapesten átutazó menekülteknek az útját valamilyen módon szervezni kell, meg az életét. De nagyon érdekelne a véleménye szakértőként, hogy mit gondol erről az egész tranzitzóna megoldásról? Tehát szakmailag ez a helyes irány? Szakértő nem vagyok, csak egy önkéntes. De foglalkozik vele. Igen. A tranzitzóna abból a szempontból mindenképpen egy jó megoldás, hogy azoknak az embereknek, akik rászorulnak, egy minimális humanitárius segítségnyújtást tudjunk biztosítani, akik megérkeznek Budapestre, van egy papír a kezükben, hogy fel kell mondjuk a Vámos Szabadi tábort keresni, megérkeznek a nyugati pályaudvarra, és fogalmuk sincs, hogy hova kell menni, éhesek, szomjasak. Ebben mindenképpen segítséget tudnak nyújtani a tranzitzónák, mi ilyenkor őket oda vezényeljük, hát oda visszük, kísérjük, útba igazítják. Igen, oda kísérjük őket, és megpróbálunk segíteni nekik abban, hogy eljussanak a táborokban, illetve ott el tudnak menni mosdóba, le tudnak zuhanyozni, ételt és italt tudnak kapni. Lehet, hogy csak megfogalmazás kérdése, mint ahogy ön is rögtön észrevette, hogy az oda vezényeljük, az nem biztos, hogy helyes kifejezés. De amikor én ezt az egészet hallottam, és ugye az volt az első narratíva, hogy ki lesznek jelölve olyan tartózkodási helyek, ahol ezeknek az embereknek lenniük kell, és hogyha ezt a zónát elhagyják, akkor a hatóságok őket visszakísérik, akkor nekem borzasztóan rossz érzéseim voltak, pláne akkor, amikor elkezdték mondani, hogy is ott egyébként majd remek zuhanyozók állnak a rendelkezésükre. Tehát rossz asszociációkat kelt az emberben. Tehát ezért tettem föl azt a kérdést, hogy tényleg ez a helyes megoldás. Valóban az önök meggyőződése az, hogy ezt valahogy így kell kezelni, ezt a helyzetet. Tulajdonképpen a mostani tranzitzónák, tehát a mostani állapotokban, a pályaudvarok melletti tranzitzónák nem így működtek. Tehát ott volt ugyan a közterületfelügyelet, de ezek teljesen nyitott tranzitzónák voltak, és egyébként ki kell emelnem,
hogy mind a közterület felügyeletesek, mind az ott lévő csatornázási művek munkatársai nagyon kooperatívak voltak, segítettek nekünk nagyon sok mindenben, úgyhogy ott nem, tehát hogy nem volt rossz érzése szerintem az ott lévő menekülteknek sem nekünk, tehát egy jó munkát sikerült ott végeznünk. Segítette mindenképp az átutazásukat a menekülteknek. Jó, hát akkor mondjuk ki, tehát nem gettókról van szó, valóban ezek olyan táborok, olyan helyek, ahol kicsit komfortosabban tölthetik azt a néhány napot, amit itt töltenek. A pályaudvarok környékét azt nehéz volt kikerülni, mert oda érkeznek meg. De hát a Verseny utca az nem ilyen. Tehát hogy fognak ők oda találni egyáltalán? Miért maradnának a Verseny utcába, ahol nincs igazából bolt a közelben, nincs étkezési lehetőség a közelben, nem jó a tömegközlekedés? Tehát épesző ember az nem megy egyébként arra a környékre. Mi fogja őket ott tartani? Nekünk is vannak félelmeink a Verseny utcával kapcsolatban. Az egyik az, hogy ugye ez egy 800 ezer főt befogadni képes terület. Így is láthatjuk, hogy a különböző tranzitzónákban, ahol egyszerre sok ember van, bár ezek nagyon jó szándékú, nagyon kedves emberek a tapasztalataim szerint, de mégis túlzsúfolva, áldatlan állapotokban vannak ott, bármennyire is próbálunk nekik segíteni. Ez óhatatlanul is konfliktusokat szülhet véleményünk szerint. Ezt azért jó lenne átgondolni. A másik pedig egy egyszerű logisztikai elgondolás, hogy amit ön is említett, a pályaudvarokról eljutatni őket a Verseny utcába, az egy külön kihívás lesz majd számunkra. Ez talán azoknak a személyeknek jelenthet majd megoldást, akik nem kívánnak rögtön táborba menni, illetve azoknak, akik Szegedről megjövén nincsenek beosztva táborba, hanem a Budafoki úti báhirodába kell megjelenniük azért, hogy beosszák őket. Egy táborba. Amit én csak gondolok, és ezt egyszerű paraszti logika. Jön, tehát ezek az emberek most gyalog tesznek meg több ezer kilométert, és praktikusan a szabad ég alatt éjszakáznak. Ennek vége lesz, hogyha itt mondjuk mínuszfokok lesznek, meg hó. Tehát én azt gondolom, hogy az ősz és a tél az egyszerűen meg fogja oldani ezt a helyzetet, mert nem fognak megérkezni ide, mert nem indulnak útnak. Tehát valószínűleg ide most azok érkeznek, akik nyár elején vagy késő tavasszal útnak indultak, és mostanra érnek ide. Érdemes-e most akkor egy ilyen meglehetősen nagy befogadó képességű tranzitzónát kialakítani, amikor könnyen lehet, hogy néhány hét múlva drasztikusan csökken az ide érkező menekültek száma? Ezt nem tudhatjuk, hogy csökkenni fog-e. Az egyik önkéntesünknek volt erre egy nagyon-nagyon jó mondása. Mi körülbelül 5 perc és 1 óra között tudunk előre tervezni. Egy nap vagy 2 nap előre tervezés az már úgy elég nagy kihívás számunkra. Mind a menekültek számában, mind a várható adományok számában. Nem tudom, hogy mi lesz. Azok a menekültek, akik most ide érkeztek, még csak nem is késő tavasszal érkeztek ide, hanem a kerítés hírének hatására már 1-1,5 hónap alatt teszik meg az utat Afganisztánból lábon, vonattal. Tehát jóval gyorsabban. Igen, sokkal gyorsabban. Igen, de ez mondjuk megy még akkor 1-1,5-2 hónapon keresztül, de hát alig hiszem, hogy tényleg mínuszfokokban, mert hát egyszerűen megfagynak éjszaka, tehát nem lehetnek indulni ennek az útnak. Igen, hát ezt még nem tudjuk, de reméljük, hogy akkor is kooperatív lesz a főváros, és segít majd őket megfelelő helyre vinni, és biztosítani számukra a meleget. Azt mondja még meg, és azt hiszem, öntől is olvastam egy ilyen tartalmú nyilatkozatot, hogy sok várandós asszony van közöttük. Szerintem mai hír is volt, hogy a keleti pályaudvaron született egy baba. Igen. Mi az ő jogi helyzetük? Tehát az itt megszülető kisbabák, ugye jogilag van egy ilyen, hogy területi elv, ők magyar állampolgárok lesznek, akik az itt tartózkodás alatt születnek? Magyar földön. A családjogtanárom most igazán ez, nem lenne kifejezetten büszke rám. Azt hiszem nem. De nem tudom pontosan, tehát erről meg kell kérdezni egy nálam tapasztaltabb családjogászt. Én csak egy joghallgató vagyok, aki ezt elfelejtette. Én meg képzelje el, jogász vagyok, és én se tudom pontosan, úgyhogy egy-egy. Végezetül mikor nyit meg ez a Verseny utcai tranzitzóna? Tehát mikor tervezik ennek az átadását? Mikor tud ez először embereket fogadni? Szeptember közepére várható majd a megnyitás. Legalábbis ma ezt az információt. És akkor reményeik vagy terveik szerint azért ilyen pontok a pályaudvarokon megmaradnak, tehát azt nem zárják be ezzel együtt. Nagyon reméljük, igen. Köszönöm szépen a beszélgetést.